12. fejezet. Minden mozog. A gyerekek lejutottak a lépcsőn, kirohantak a kapun, elérték a kertkaput is, és végül újra a magas fűvel lapultak. Gyanakodva néztek körül, és próbáltak rájönni, észrevette őket valaki. Pontosan ebben a pillanatban meghallották, hogy beindítják a buldózert. Egyre csak a tükrök házát nézték, és mindhármukon valami intenzív tehetetlenség érzés vett erőt. Ekkor azonban valami különös történt. Odaállt a tető körül egy csapat bagoly körözött. Sosem láttam még ennyi baglyot egy rakáson. Hányan lehetnek? És mit művelnek? A madarak megzavarodtak az ajtól meg a napfénytől, ezért felgeteges csapongó szárnyalásba kezdtek a ház körül. Kirepültek a második emelet ablakain, öbös hangon húhogtak, s leszálltak az udvarra. Oblivia sikoltott. Állj innen, rusnya férgek! Szerintem megpróbálják megvédeni a házokat, mondta Rick. A buldózer motorja egyre csak járt. Most tényleg lebontják? Meg kell akadályoznunk, kiáltott Ferik. Menjünk innen, de gyorsan, nem akarom végignézni, kiáltott Julia, és szaporázni kezdte lépteit, hogy minél előbb eltávolodjon. Nem tehetünk semmit, túl rizikós volna, hogy most lebukjunk. Jason és Rick ott maradtak, és tovább bámulták a buldózert, ami a madarak kiáltásai közt megindult a ház felé. A fene essen Oblivion Newtonba, és abba is, aki idehozta, nyögte Jason, amikor meghallotta, hogy mikor még az épület a vasjó erős ütésére. Ne, kiáltotta Julia, és a fülére tapasztotta a kezét. A tetőt verik. Csináljunk valamit, javasolta Jason. Azonban ott maradtak bénultan, és minden dobbanásnál úgy érezték, összeszorul a gyomruk. A végén bele kellett törődniük, hogy nem tehetnek semmit. Az a nő a sofőrével túlságosan veszélyes, és ők csak hárman vannak. Előszedték a biciklikat a rejtek helyéről, és elkerekeztek, közben megpróbáltak nem figyelni a hátuk mögül jövő zajokra. Jason majd felrobbant a mérgében. Rick avval próbálta vigasztalni, hogy legalább jól elkaptak Manfredet. Julia szomorú volt és zavart. A malmok a dombtetőn úgy álltak mozdulatlanul, mintha csak a buldózeres agresszió látványa bénítaná meg őket, ami lerombolja létük célját. Mindegyik tetején ott volt egy-egy bagoly. Legszívesebben mennék és az ő házát rombolnám le, töltve Júliából, mikor már elég messzire jutottak, és egy biztonságos helyen letámasztották a kerékpárjaikat. Ott ültek a földön, és a fűszálak között a mozdulatlan, mélységes tengert nézték. Azt szeretném, nem is tudom, mit szeretnék, de az biztos, hogy valaki megállítsa őket, és hogy valaki bosszút álljon ezen a boszorkány Oblivion. Felkapott egy követ, és dühötten messzire elhajtotta. Rick körbe kínálta az utolsó kortyvizet a kulacsból, langyos volt és poshat. Jason reményvesztetten csóválta a fejét, miközben dühösen rágott egy hosszú fűszálat. Amúgy igazunk volt a térképpel kapcsolatban, mondta kicsivel később. Rick leült mellé. És a kapukkal kapcsolatban is. Nem csak a villargóban és Biggs néni házában van, hanem van még egy csomó errefelé elrejtve. Vissza kell szereznünk azt a térképet, és meg kell tudnunk hány kapu van. És azt is, hogy mire valók. Nem mondták kinyíltan, de sehogy sem akarózott visszamenniük a tükrök házához, hogy végignézzék, ahogyan a darabokra szedik. Most már viszont ahhoz sem volt igazán merszék, hogy elmenjenek Oblivia Newton házához. Talán attól, hogy végignézték, hogy kezd neki a rombolásnak Oblivia, hirtelen rádöbbentek, mennyire veszélyes is valójában ez a nő. Szerintetek miért keres Oblivia egy másik kaput? Miért nem elég neki az, ami Wiggins néni házában van? Nem tudom, vágta rá Jason, és a kezébe temette az arcát. Már semmit nem értek. Ki ez az Oblivia, és mit akar, mik ezek a kapuk, mennyi van belőlük, hol vannak, és mi a fenére lehet őket használni? A francba? Miért nem segít nekünk senki? Elhajította a fűszalat, és megpróbálta egy másikat tépni, de az túlságosan erősnek bizonyult. Segítsek? Mosolygott rá Julia. Sikerült Jason elegánére tapintania, aki inkább lehorzsolta a kezét, de csak azért is kitépte a fűszálat. Majd a szájába vette, noha röhelyesen nagy volt. Az égen egy csírás rikoltott élesen, és mozdulatlanul állt felettük a szélnek feszülve. Rick is olyan volt, mint az a sirály. Nem bírt sem megmozdulni, sem megszólalni, annyira elmerült gondolataiban. Tudom, ki volt annak a háznak a tulajdonosa, mondta nem nagy sokára. Ő volt Kimmel Cav órásmestere. A Chapelsweet Lane-en volt a boltja, egyszer bementünk oda apámmal. Rick szeme hirtelen könyvbe lábadt. Az volt az első nap az iskolában. Végig gyalog mentünk a boltig, csak most jött eszembe, hol láttam már azt a rajzot, ami az O'Clock táblán volt, tudjátok, a fehér bagoly mögött órával a szájában.
Ez volt a bolt cégére, saladta a felirat. Peter Dedalus, órák, ingák és egyéb haszontalan időtöltések. Jason úgy döntött, hogy felhagy a rágcsálással, és kiköpte a fűszálat. Az ajtó fölött volt egy csengő, amely mindig megszólalt, ha valaki ki vagy belépett, folytatta a történetet Rick. Manapság mindenkinek ilyen van, de akkor csak az órásmesternél lehetett ilyet látni, és én percekig csak ott álltam és csukogattam az ajtót, hogy halljam a csengő szót. Még végül apám oda nem vonszolt a pulthoz. Nagyon magas pult volt, te is teli órákkal. Kis órák, nagy órák, hatalmas órák, mindenféle színben és alakban. És mindegyik más hangon ketyegett. Peter Dedalus a bolt hátuljában volt. Aztán valami függönnyel volt leválasztva, és a függöny mögött zene szólt. Nem hallottam azóta, de biztos vagyok benne, hogy felismerném azt a zenét. Milyen fajta ember volt ez a Peter? Túlságosan lefoglaltak az órák ahhoz, hogy rá is figyeljek, de úgy rémlik, hogy egy hosszú orrú apró emberke volt, foltos ingben, aki kedvesen mosolygott. Emlékszem, apám így szólt. Szia Peter, elhoztam a fiamat. Fiam, köszönj szépen Peternek. Aztán megmagyarázta, miért jöttünk, hogy egy órát ajándékozzon nekem, mivel iskolás lettem. Azt mondta, hogy minden komoly gyereknek van órája, hogy pontosan be tudjon érni a suliba. Így hát csináltatott nekem egy órát. Rick lecsotolta a bicai vázáról a órát, és megmutatta az ikreknek. Túl kicsi már a szíja, nem tudtam a kezemen hordani. Peter meg nincs többé, hogy kicserélje. Elegáns automata óra volt, világos szemlappal, közepén egy bagolyrajza, alatta az mester monogramja, PD. Nagyon szép, jelzte meg Julia. Jason, aki még sohasem hordott órát, csupán a súlyát próbálgatta a tenyerében. És könnyű is. Rick vállat vont. Soha nem sietett egyetlen másodpercet sem. Peter nagyon precíz volt mindenben. Hirtelen mindhárman arra gondoltak rémülten, hogy mi is történik éppen most az órás mesterházával. Talán szólnunk kellene valakinek, hogy megállítsák őket, vetette fel Julia. De kinek? Vasárnap van, emlékeztette Rick, és visszavette az órát. Meg különben is, senki se törődne vele, mi történik Peter Dedalus házával. Szegény Peter. Miért? Mi lett vele? Nem tudni. Egy nap egyszerűen eltűnt, legalábbis anyám így mesélte. Simán eltűnt anélkül, hogy bármit is szólt volna valakinek. Pontosan, bezárta a boltot, és nem tért vissza többé. Hirtelen Jasonnek beugrott, mi történhetett vele. Felfedezte a kaput. Micsoda? Egy nap Peter Dedalus felfedezte az időkaput a házában. Kinyitotta, és többé nem tért vissza. Ez történt vele. Hihetetlen volt, és mégis kézenfekvő. Tökéletes magyarázat. Ahogy Jason hirtelen felállt, megkordult a gyomra az éhségtől. Jut eszembe az órákról. Tudjátok, mennyi az idő? 3:30. Mi lenne, ha ennénk valamit? Julia azonban még mindig Rick történetén merengett. És a bolt megvan még? Ó, igen, persze, hogy megvan.